Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Díjazottak és helyi gazdaságfejlesztés ünnepelt a Baranya megyei önkormányzat. Új konyha, étkező, tantermek, 300 milliós beruházása a Pécsi Koch Valéria iskola központban. Útfelújítás, Somogyban idén 56 kilométert korszerűsítettek. Fejlesztés, 130 millióból újraindítanák a szövői part Decsen. Megyenapot tartottak a baranyai közgyűlés dísztermében, itt díjazták azokat, akik munkásságukkal kiemelkedőt alkottak. A baranyai vezetők, polgármesterek mellett horvát és bosnyák vendégeket is fogadtak. A megyei elnök kiemelte, legfontosabb feladatuk a helyi gazdaság fejlesztése, erősítése. Megyenap 2018. A baranyai önkormányzat dísztermében ünnepeltek a megye vezetői, polgármesterek és a meghívott vendégek pénteken. Itt díjazták azokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak. Egy ifjú tehetség a 11 díjazott közül. Borbás Balázs Komlón él. Én örülök neki, hogy a megye egyik legnagyobb ünnepén komlói díjazott van, és ráadásul az pedig külön öröm, hogy egy fiatal ember, egy még tanuló gyerek volt méltó erre a díjra. Balázs Komlón jár a gimnáziumba. Ilyen büszke volt a díjátadó után a település polgármestere. De mindannyian büszkék lehetünk a megyei kiválóságokra, a baranyai elnök szerint. Akiket mi díjazunk, ők példaképek. Példaképek lesznek a legkisebbeknek, és ugyanígy a vállalkozóknak és a szépkorúaknak is. Nagyon fontos elmondani azt, hogy Baranyában rengeteg kiváló tehetség van, és ennek egy ékes napja a mai is, ahol ezeket bemutattuk, hiszen a gyógyászattól kezdve, akár mondhatom, hogy a könnyű zenéig el kell mondanunk, hogy mindenki Baranya jó hírét viszi. A helyi gazdaság fejlesztése, a vállalkozások segítése a legfontosabb feladata a megyei közgyűlésnek, az elnök szerint. Ezért adnak működési helyet azoknak a fiataloknak, akik gazdasági tevékenységbe akarnak kezdeni. Irodát fogunk biztosítani a fiatal vállalkozóknak, vállalkozókedvűeknek, akiket a kormányhivatallal közösen fogunk tudni anyagi forrásokban is támogatni, és ezen kívül szeretnénk az egyetemet és azokat a startup vállalkozásokat is belevonni, akik tudják terelgetni az útjukat abban, hogy egy jó ötletből, egy világ megváltó tervből előbb-utóbb egy üzlet, egy sikeres üzlet legyen, ami szintén újra munkahelyet hoz, és további lehetőséget fog teremteni itt Baranyában. Ezen kívül felmérik, milyen üzleti lehetőségek vannak a megyében, milyen gazdasági területen érdemes cégeket keresni, akik Baranyába települhetnek, mert itt van megfelelő munkaerő, körülmények. Ezzel a munkával jövő év elején végeznek a megyei önkormányzat szakértői, mondja az elnök. A családok támogatásával és a gyermekvállalás elősegítésével szeretné a kormány a demográfiai problémákat megoldani. A 12. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferencia kaposvári előadásán Orbán Balázs miniszterhelyettes kiemelte, a migránsok betelepítésével olyan kulturális, közbiztonsági, gazdasági krízishelyzetet generálnánk, amely nem segítené az európai civilizáció fennmaradását és megerősítését, hanem szétrombolná. Regionalisták, történészek és más tudományterületek szakembereinek részvételével szervezték meg a 12. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferenciát a Kaposvári Egyetemen. Az előadások egyik témája a francia miniszterelnök Emmanuel Macron és a német kancellár Angela Merkel közös Európa víziója volt. Macron egy föderális Európát akar, tehát egy annyira, tehát ha úgy tetszik, egyfajta Európai Egyesült Államokat, ami a Macronnak a javaslataiban nincs megfogalmazva, de azért ezt látni kell. Ez nyilván olyan Európai Egyesült Államok, amelyet Franciaország vezet. A nagy európai hatalmakkal szemben azonban szigorúbb ellenőrzéssel kellene beengedni a Közel-Keletről és Afrikából érkezőket. Előadásában Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora kiemelte, a legjobb megoldás azonban a magyar kormány által támogatott program lenne, mégpedig ha minden ország a saját népesség növekedését segíteni elő. A migráció a legnagyobb problémát jelenti a 21. században, erről beszélt Orbán Balázs, a miniszter helyettes
kiemelte, jelenleg is mintegy 4 millióan tartanak Európa felé a klímaváltozás miatt, az elkövetkező néhány évben ez a szám azonban megduplázódhat. A magyar kormány a migráció kérdésére nagyon határozott fellépéssel reagál a jövőben is, hiszen a demográfiai problémákat nem a betelepítéssel kell megoldani, hanem a családok támogatásával. Az európai elit válasza erre a problémára a bevándorlás, mi azonban azt gondoljuk, hogy ezzel csak újabb problémákat importálnánk Európába, ezzel olyan kulturális, közbiztonsági, gazdasági krízis helyzeteket generálnánk, amelyik nem segíteni az európai civilizáció fennmaradását és megerősítését, ezzel szemben mi a családok és a gyermekeket nevelők támogatásában bízunk, és ezért is döntött úgy a kormány, hogy elindít egy nemzeti konzultációt, amelyben azt kérdezi meg a magyaroktól, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek révén még hatékonyabban tudjuk támogatni a gyermekeket, nevelőket. A kormány eddig is támogatta a családokat és a gyermekvállalást, a jövőben is több 10 milliárd forintot fordítanak a népesség növekedés elősegítésére. Új konyhát és étkezőt kapott a Pécsi Koch Valéria iskola központ, valamint 3 tantermet alakítottak ki a régi étkezde helyén. A magyarországi németek iskoláját 300 millió forintból bővítették, így már ki tudják szolgálni a közel 800 fős tanuló létszámot. Német tánccal és dallal ünnepeltek a diákok a Koch Valéria iskola központban hétfő délután. Az intézmény megújult konyháját, ebédlőjét adták át. Jelenleg 140 tanuló tud egyszerre itt étkezni, van külön tanári étkezőnk, ami azért is jó, mert ha vendégeink jönnek, őket is el tudjuk helyezni, és ami a legfontosabb, hogy az étkezővel egy szinten egy nagyon modern, korszerű, mindennel felszerelt konyha. A régi ebédlőnk, kis ebédlőnk és a konyha helyén pedig 3 új tanteremmel bővültünk, amit fel tudtunk szerelni a legmodernebb eszközökkel. Közel 800 gyereknek kell megebédelnie 3 óra alatt. Ez a régi 80 fős étkezdében nem működött már. Így néz ki az új menza, a modern konyha. Ezek pedig a most kialakított új tantermek. Az iskola fenntartója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fizette a mostani beruházást. Többe került, mint számítottuk. Ugye tudjuk, hogy azért mindig vannak befolyásoló tényezők, amiket nem lehet előre látni. Jelenleg azt lehet mondani, hogy itt egy nettó 300 millió forint körüli beruházásról beszélünk, ami azért köszönhető annak, a drágulás köszönhető annak is, hogy egyrészt az építőiparban magas árakkal dolgoznak időközben, illetve hát egyre nehezebb ugye a megfelelő szakembergáltát is beszerezni. Az önkormányzat közgyűlése ennek ellenére vállalta, hogy a plusz forrást is megszerzi a bővítéshez. A Koch Valéria iskola központban még egy nagy közös tanári kialakítását szeretnék elérni. Ennek anyagi fedezetének megszerzése lesz a következő időszak feladata a Németek Országos Önkormányzatánál. Tovább folytatódik a nagymányoki iparfejlesztés, megszülettek a megállapodások a létesítendő vasúti rakodóról, és hamarosan új út is épül az ipartelepen, mely lehetővé teszi a forgalom elterelését a településről. Az ipari parkban alig van már szabad terület, összesen 2 hely maradt még várólistán. Mintegy 40 hektárnyi ipari területen csaknem 500 millió forintos ráfordítással logisztikai központot alakítanak ki az egykori brikettgyári kiszolgáló területén, és bővítik az ipari park infrastruktúráját Nagymányokon. Adtuk hírül augusztus végén. Azóta pecsét került a fejlesztési elképzelésekre. A közel 400 millió forintos projekt jelenleg a közbeszerzési szakaszban van, várhatóan 2 esztendő múlva kezdheti meg a működést. Ez az üzemcsarnok a napokban készült el. Ezzel együtt ma már 13 cég működik a parkban, és már csak 2 szabad helyen adó, mondta Kard Béla polgármester. Következő lépésben az ipari park kiszolgáló infrastruktúrája épülhet meg 80 millió forint értékben, melyre a fedezet már az önkormányzat rendelkezésére áll. El kell készülni egy kerékpárút járda szakasznak, csatornahálózatot teljesen be kell fejeznünk, a kiépítetlen területeken kiépíteni. Bízom benne, hogy ez már bukszában van ez a pénz, magyarul, tehát itt a tervezés, befejezés, de azon kezdjük a beruházást, és remélem, hogy jövő nyárra ezekkel a beruházásokkal itt kész leszünk. Az ipari parkba vezető út jelen pillanatban csak a park területén fut. A tervek szerint tovább épülés a Kismányoki úttal kapcsolódik majd össze, ezzel lehetővé téve a nagymányoki belső forgalom átalakítását.
A teherforgalom az innen Bonyhád felől jön, és itt fog bejönni ezen az úton, tehát teljesen tehermentesül a lakott terület, a városközpont. Illetve sokkal komfortosabb lesz, mert járda lesz, kerékpárút lesz, a közvilágítás végig megépül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a két beruházással szép lassan befejeződik ez a program. Jelenleg közel 500 ember dolgozik a park cégeiben. Ha a beruházás és a rakodó is megépül, közel 1000-1200 embernek tud majd megélhetést, és a tervek szerint lakhelyet is biztosítani nagymányok. 17 kilométeres felújított útszakaszt adtak át Somogy megyében Iharosberény és Berzence között. A felújítás mintegy 5,5 kilométeres szakasza Csurgó óvárosát is érintette, amelyre több mint 20 évet vártak az ott élők. Somogy megyében idén több mint 56 kilométernyi útszakasz korszerűsítése történt meg ezidáig 7,5 milliárd forintból. Kátyúmentesen sima aszfalton közlekedhetnek az autósok Iharosberény és Berzence között a 6819-es mellékúton. Igaz, erre több évtizedet kellett várniuk. A felújított út mintegy 5,5 kilométeres szakasza áthaladt Csurgó óvárosi részén is, ahol a projekt keretén belül 6 új gyalogos átkelő is kiépítésre került. A tervegyeztetés kapcsán vetettük fel azt a javaslatot, hogy az iskolák, templomoknak a megközelítése néhány helyen mindenféleképpen indokolja azt, hogy gyalogátkelő helyet építsünk. Összesen 6 új helyen került építésre gyalogátkelő hely. Én azt gondolom, hogy ez is egy óriási dolog, és még inkább a közlekedés biztonságot az itt élő gyerekeknek, idősebbeknek, a lakosoknak és az ide érkezőknek a biztonságos közlekedését jelenti, akár autóval, akár biciklivel, akár gyalog közlekedik. A gyalogátkelő helyek kiépítéséhez az önkormányzat 3 millió forintot biztosított. Az ünnepségen résztvevő Cseresnyi és Péter miniszter helyettes ünnepi beszédében hangsúlyozta. A kormányzat kiemelt feladatként kezeli a 4-5 számjegyű utak felújítását. Jövőre a Magyar Falvak programból erre 50 milliárd forintot, míg az autópályadíjakból 35-36 milliárd forintot különítenek el. Egy folyamatnak kell, és a folyamat állomásának kell ezt tekinteni, és ez egy 8-900 kilométernyi útszakasz megújítását jelentheti. A cél az, hogy 20 év alatt tudjuk megújítani ezt az úthálózatot. Itt kimondottam most a 4-5 számjegyű utakról beszélek, ehhez kell a forrást előteremteni. A kormányzat 2020-ig 400 milliárd forintot fordít összességében utaképítésére, korszerűsítésére, felújítására. A török és magyar kormányfő részvételével rendezett budapesti üzleti találkozóra egyedüli önkormányzatként Balatonszárszó képviselői kaptak meghívást. Dorogi Sándor polgármester szerint ez azért lehetséges, mert a kereskedelmi és iparkamarán keresztül már évek óta minden lehetőséget megragadnak arra, hogy komplex fejlesztési projektjükre befektetőt találjanak. Fotók az üzletember találkozóról. A balatonszárszóiak nem csak itt, de Kínában és az orosz nagykövetségen is tárgyaltak külföldi üzletemberekkel. A cél pedig a megálmodott projektre befektetőket találni. 3 éve dolgoztunk azon, hogy Szárszón egy komplex olyan fejlesztési anyag álljon össze, ami mindenre kiterjed, és ebben a turisztikától a fiatalok lakásépítésének a lehetősége, az ipari park, az utak, tehát a infrastruktúra, minden szerepel. Azt is mondhatom, hogy ez egy minta projekt lehetne itt a mi kis országunkban, mert nem kimondottan csak Szárszó jövőjét fogalmazta meg ez a projekt, hanem a környezetünkben lévő települések is profitálhatnának ebből. A beruházás teljes költségvetése 60 milliárd forint. A polgármester szerint a török befektetők érdeklődtek a projekt iránt, és mivel Törökország szeretne az unió tagja lenni, a magyarországi beruházások és jó kapcsolatok egy lépcsőfokot jelenthetnek ezen törekvésükben. Németországban évente 2 paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis 3-szorosa annak, amit a magyar fogyasztók fizetnek, hangzott el a paksi atomerőműben rendezett TEIT napon, ahol a Paks térségében fekvő települések képviselői kaptak tájékoztatást az atomerőmű és a Paks 2 projekt eredményeiről. 13 településről körülbelül 200-an érkeztek a programra.
A Paks 2 atomerőmű látványtervei a fotókon jól látszik, hogyan fog kinézni a két 1200 megawattos blokkból álló létesítmény. A beruházás célja többek között a paksi atomerőmű kapacitás fenntartása, az energiaellátás biztonság folyamatos fenntartása, hazánk import függőségének csökkentése. Magyarország elkötelezett a nukleáris energetika mellett. Cicer János, a Paks 2 ZRT üzemeltetési igazgatója a Teit napon tartott előadásában azt mondta, Németországban évente két paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis háromszoros annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az igazgató hangsúlyozta, Magyarország más utat választ, a megújulók, főként a napenergia mellett az energiaellátás fontos pillérének tekinti az atomenergiát. Előnyeit itt látják a nukleáris energiáknak, ugye a legolcsóbb, a biztonságosabb, klímabarát, ami nagyon fontos, hogy alaperőmű. Alaperő magyarul egy atomerőműnek az a jó, ha mindig ugyanolyan teljesítménye képes működni, hát ezzel szemben megújulóban nem mondható el, hogy mindig ugyanaz a teljesítményen tud menni. Cicer János hangsúlyozta, a Paks 2 projekt hazánk kiemelt beruházása, amelyhez komoly térségfejlesztési program is társul. Hozzátette, hogy az orosz partner kulcsra kész erőművet szállít fix áron, azaz nem fordulhat elő költség túllépés. Előadásában beszélt a Paksra tervezett blokkok főbb jellemzőiről és a biztonsági rendszerekről is. Redundáns biztonsági rendszerek vannak, ennél az új blokkon 4 független biztonsági rendszer van. Biztonsági rendszerekről azt kell tudni, bármely egy biztonsági rendszer képes arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és hűtött állapotban tartsa. Cicer János elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenleg a hazai fogyasztás 30%-át biztosítja, de nagyon jelentős importra szorul az ország. A két új blokk megépítése hosszú távra garantálja a kiszámítható, olcsó villamos energiát, hiszen tervezett üzemidejük 60 év. Világszerte számos országban építenek hazánkhoz hasonló módon az atomenergiára. Jelenleg 455 reaktor működik, és 55 építése folyik. Az újonnan alakult vállalkozásokat segíti az adóhatóság új mentor programja. A NAV szakemberei fél éven keresztül nyújtanak támaszt az adózási ügyek intézésében az érintetteknek. Torna megyében már több mint 1000 vállalkozás kapott értesítést az egyedülálló lehetőségről. Idén éveleje óta segíti a fiatal vállalkozókat a NAV. Az adóhatóság szakemberei azért indították el az újszerű programot, mert a tapasztalatok szerint az újonnan alakult vállalkozások vezetői gyakran nincsenek tisztában az őket érintő adózási kötelezettségekkel, és azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak. A programba az ügyfélkapon keresztül lehet regisztrálni, miután az adóhatóság ugyanitt e-mailben értesített az adózót arról, hogy jogosult a használatra. A mentorálás 6 hónapja alatt az új adózók személyre szabott szakmai támogatást kapnak. Ez azt jelenti például, hogy a mentorok soron kívül figyelmeztetik a mentoráltakat a hibás, hiányos bevallások, adatbejelentők javítására, kitöltésére, illetve az adófolyószámla hátraléknak a keletkezésére. Segítséget nyújtanak a bevallások, adatbejelentők kitöltéséhez, az adófolyószámla hátralék rendezéséhez, illetve adóügyek gyors intézéséhez. Tolna megyében eddig már több mint 1000 fiatal vállalkozót értesítette az adóhatóság a lehetőségről. Fontos tudni, hogy a friss vállalkozások nem a vállalkozás bejegyzésének dátumától jogosultak a szolgáltatás fél éves idejére, hanem az adóhivatal által kiküldött úgynevezett üdvözlő levél kiküldésétől. Ez pedig az adóhivatal a kezdővállalkozás megalakulásától számított 30 napon belül küldi ki. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mielőbb ezt az üdvözlő levelet nyissák meg az adózók és regisztráljanak a programba, hogyha szeretnék igénybe venni ezt a segítséget. A NAV mentori programjába tehát az ügyfélkapun keresztül lehet jelentkezni. Elítéltek tették rendbe a Pécsi Csontvári Múzeum alaksorát. A Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézet fegyencei egy úgynevezett jóvátételi programban vesznek részt önként. Ennek keretein belül olyan közösségi munkákat végeznek, melyekkel kárpótolhatják a károsultakat, illetve a társadalmat. A munka végeztével a jelentkezők megtekinthetik a múzeum csontvári gyűjteményét. Törmelékeket hordanak konténerbe. A Pécsi Csontvári Múzeumban elítéltek segítenek az ott dolgozóknak. A Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézetből 2 felnőtt és 2 fiatalkorú fegyenc vett részt ebben az úgynevezett jóvátételi programban. Azok az elítéltek, akik már töltik a szabadságvesztés büntetésüket, az okozott károkért szimbolikusan, illetve részben ténylegesen is
kárpótolják a károsultakat, illetve a társadalmat. A programba az elítéltek önként jelentkeznek, így vannak kiválasztva, és díjazás nélkül végzik ezt a tevékenységet. Az alaksor felújítása miatt az ott lévő építési törmelékeket, hulladékokat gyűjtötték össze a jelentkezők. A múzeum igazgatója szerint fontos, hogy az elítéltek részt vegyenek ilyen programokon. Egy esemény az életükben, ugyanakkor a társadalmi reintegrációnak is egy kicsit a részévé válik ez a program, egyáltalán az, hogy itt vannak. És a szokásostól eltérően itt ők még pluszt is kapnak, ugye, mert máshogy csak dolgoznak. Ez a plusz pedig egy tárlatvezetést jelent. A munka végeztével Csontváry Koszka Tivadar alkotásai tekinthetik meg az elítéltek. Akár 30 új munkahely is létrejöhet Decsen, ha sikerül újraindítani a település egykori büszkeségének számító szövőipari vállalkozást. A projekt megkezdéséhez szükséges pályázatot már megnyerte a helyi önkormányzat. Első körben 128 millió forintot költhetnek a vállalkozás épületének felújítására és a gépek egy részére. Tilos idegeneknek belépni az egykori Decsi Szövőipari Szövetkezet udvarára áll a táblán. Igaz, nem is lenne miért. Azóta, hogy a cég a rendszerváltás után megszűnt, az épület együttes az enyészeté lett. Ez a fotó ugyanitt készült 1919-ben. Akkoriban virágzott a településen a szövőgyár. A szőtteseknek belföldön és külföldön is nagy keletjük volt, és volt olyan időszak, amikor a cég több mint 50 helyi nőnek és férfinak adott munkát és megélhetést. Ezt éleszteni fel a nagyközség polgármestere hamarosan egy nyertes pályázat segítségével. Itt első ütemben 128 millió forintot nyertünk. Itt valószínűleg két vagy három ütem is lesz, amire befejeződik a beruházás, de ez munkahelyteremtéssel is együtt fog járni. Itt egy lerobbant épületet fogunk helyreállítani, és ott pedig a szőttesgyártást szeretnénk Decsen beindítani. A beruházás akár 30 új munkahelyet is teremthet, így számol a polgármester. Az egykori szövőipari szövetkezet épületét a Tolna megyének jutott 27,5 milliárd forintnyi terület és településfejlesztési program forrásaiból újítják fel, és a gépek egy részét is ebből szerzik be. Az ehhez szükséges pályázatot már meg is nyerte a település önkormányzata. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy nemzetnek az értékét az adja meg, hogy az ott élő emberek milyen körülmények között tudnak boldogulni, milyen körülmények között tudnak munkát vállalni, és milyen körülmények között tudják a családjukat felnevelni. A tényleges munkák Decsen a tervek szerint tavasszal indulnak el. Az energetikai fejlesztések mellett bölcsödével és tornateremmel is bővül a Szennai Fekete István óvoda. A TOP programban 59 millió forintot nyert a település a korszerűsítésre. Emellett az önkormányzat 14,5 millió forint önerővel is hozzájárult a munkálatokhoz, így megújul a közkonyha is. Reggelihez készülődnek a szennai óvisok. A kicsiket átmenetileg itt a művelődési házban helyezték el, hiszen hétfőn reggel kezdték meg az óvoda épületének a felújítását. Az épületen elsősorban energetikai fejlesztéseket végeznek, így új nyílászárókat és szigetelést is kap az óvoda. Emellett a gyerekek mindennapjait egy a tetőtérben kialakított tornaszoba is megkönnyíti majd. Az óvodában lesz egy új tornaszoba, megújul a vizes blokk, és egy bölcsőde is lesz az óvodából, lesz kialakítva, amelyet nagyon várják már a szülők és a picik, mert Szennában eddig nem volt még bölcsőde, és szeretnénk ezt a szolgáltatást is a szülők számára és a gyerekek számára megnyitani és biztosítani. Sok fiatal pár költözik Szennába. A polgármester azt mondja, ennek az az oka, hogy folyamatosan fejlesztik a falu szolgáltatásait. A felújítás során a közkonyha is megújulhat, hiszen a terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 59 millió forint mellé az önkormányzat 14,5 millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz. A projekt kapcsán Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az ilyen jellegű fejlesztések hozzájárulnak a vidék megtartó erejéhez. A fiatal családok elhagyják egy települést, azzal gyakorlatilag vége van a településnek. Mindent el kell követnünk azért, hogy aki idevalósi, az helyben maradjon, vagy aki elment valamilyen okból tanulni, dolgozni, az visszajöjjön ezekbe a somogyi falvakba. Szenna egyébként egy nagyon jó példa a helyben maradásra. A munkálatok várhatóan 2019 áprilisáig tartanak. Teljesen átépítik a Siógárdi művelődési házat. Az épület a jövőben alkalmas lesz arra, hogy párhuzamosan többféle funkció is működhessen benne. A tervek szerint még a kor igényeit kielégítő mozi is lesz majd.
azt kell mondani, egy nagyon régi kivitelezés volt a kultúrát belső. Az alajzat azt nem is tudom hány tíz éves múlttal rendelkezik a falak, és mindig ugye ezek a javítsunk, ide húzzunk egy kábelt. A múltról mesélgető Attila Siolgárt polgármestere. Azt mondja, nem lehetett tovább várni a műfáz teljes rekonstrukciójának befejezésével, mert hiába festettek kívülről, hiába korszerűsítették az energetikai rendszert, a ház jelen állapotában már messze elmaradt a kor követelményeitől. Arról nem is beszélve, hogy a funkciós terek is hiányoztak. Az új színpad az ebbe a pályázatba, és egy másik pályázatba pedig már azt kell mondani, hogy a reményeink szerint azért el fogunk jutni, hogy technikailag is fejlesszük a kínálatot, a kultúrász kínálatát. Közte álmaink közt ugye szerepel egy mozinak nevezhető eszköz is, amivel ugye akár hivatalos vagy ilyen átmozi kategóriába is részt tudnánk venni. Emellett a belső átalakításnak köszönhetően alkalmassá válik a ház arra, hogy párhuzamosan több rendezvénynek is helyet biztosítson. A beruházás megközelítően 20 millió forintba kerül, amiben a berendezések cseréje is helyet kapott. A tervek szerint a decemberi rendezvénysorozatok már a megújult házban zajlanak, Siolgárdon. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, dótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Átadták a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, az eseményen Orbán Viktor kormányfő mondott beszédet. Gyors döntés a Pécsi Járásbíróságon, percek alatt kapott 5 évet a bálagyújtogató. Az átlagosnál 30%-kal több szőlőt születeltek, jó évjárat várható a Balaton déli partján. Hadikék az abszolút bajnokok, Ranga Péter 5. lett a meccsek rallin. Több ezer szalmabálát gyújtott fel, 50 milliós kárt okozott, azonban a bíróság percek alatt döntött büntetéséről. 5 évet kapott a vádlott. A nyáron életbe lépett új szabályozás szerint egyetlen ülésen döntöttek sorsáról. Ehhez persze kellett, hogy a vádlott is együttműködjön a döntéshozás folyamatában. Így égtek azok a szalmabálák, amiket a most elítélt gyújtogató lobbantott lángra. A vádlott 2017. októberében és novemberében 4 különböző helyen, így Alsónyéken, Csikóstöttösön, Gödrén, Mincen-Godisán gyufával felgyújtotta a bálákat. A képeken is jól látszik, hogy jelentős károkat okozott ezzel. Összesen 4 sértett sérelmére, mintegy 10 000 szalmabálát gyújtott fel, amelynek következtében mintegy 50 millió forint kárt okozott.
A vádlott végig letartóztatásban volt, és a napokban hozott a bíróság vele szemben ítéletet, őt 5 év szabadságvesztésre ítélte. Mindehhez nem kellett hosszú, akár évekig tartó tárgyalássorozat. A pécsi járásbírósága a nyáron életbe léptetett szabályozás szerint előkészítő ülésen hozta meg döntését csupán néhány perc alatt. Ez egy új eljárásjogi intézmény, az új büntetőeljárásjogi törvény vezette be július 1-ével, ami annyit jelent, hogy amennyiben a terhelt, a bűncselekmény elkövetését beismeri és a váddal egyezően azt tulajdonképpen elfogadja, abban az esetben a bíróság nem tűz ki tárgyalást, hanem ezen vádirat, illetőleg a beismert bűncselekmény alapján hozza meg az ítéletét, és ilyenkor csupán a büntetésnek a mértékéről kell döntenie. Természetesen azt vizsgálni kell a bíróságnak, hogy a beismerés nem kényszerítés, vagy például elmezavar miatt történt. A gyújtogató esetében nem volt ilyen körülmény. A bizonyítékok egyértelműen alátámasztották bűnösségét. Rongálás, szemetelés, dohányzás és kábítószer használat, a többi között ezeket a témákat dolgozták fel középiskolás fiatalok a Somogy megyei rendőrfőkapitányságon szervezett vetélkedőn. A Krimit Tud című megmérettetést 4 megye 12 csapatának részvételével rendezték meg. A cél, hogy megmutassák a diákoknak, van választási lehetőségük. Jegyzeteket szokták készíteni? Egy a nagyapjától örökölt kést vitt az iskolába, emiatt pedig osztálytársai nehezteltek a fiúra, megpróbálták jobb belátásra bírni. Ez volt az egyik szituáció, amit a fiataloknak meg kellett oldaniuk a Krimit Tud országos bűnmegelőzési vetélkedő dél-dunántúli régiós elődöntőjén. Amikor megtudtuk, hogy erről lesz szó, akkor egy kicsit így zavarba is voltunk, mert igazából nem tudtuk, hogy milyen témákban, illetve milyen, milyen helyzetekbe fogunk így kerülni. És hát érdekes, de úgy álltunk neki, hogy sikerülni fog. Somogy, Zala, Tolna és Baranya megye résztvételével összesen 12 csapat vetélkedett a Somogy megyei rendőrfőkapitányságon. A fiatalok is fontosnak tartják, hogy a bűnmegelőzéssel vagy éppen a segítségnyújtással foglalkozzanak. Én úgy tekintek erre az egészre, hogy minél fontosabb. Nyilván a mai világban, illetve itt a 21. században nem tartja mindenki a legfontosabbnak ezt. Én úgy érzem, hogy egy fontos dolog, hiszen akárhogy de embertársak vagyunk, és fontos az, hogyha például egy bajba jutottat látunk, akkor segítsünk neki. A három fős csapatoknak életszerű helyzeteket kellett eljátszaniuk. Ilyen volt például a szemetelés, a rongálás vagy éppen a dohányzás kérdése. A Beugró című műsor mintájára készült vetélkedő házigazdája Pokorni Lia volt. A színésznő is fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megtanulják a szabályokat. Azt látom, hogy a fiatalok iszonyan élvezik azt, hogy kinyílt a kapu, szabadnak lehet lenni, és annyi mindent ki lehet próbálni, és nem számolnak azzal, hogy ez mivel jár. Tehát olyan alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, amire azt gondolják, hogy esetleg jó buli, de sokkal súlyosabb következménye lesz. A rendőrség célja, hogy útmutatást adjanak a gyerekek számára. Már ebben a korban tapasztalják meg azt a választási lehetőséget, amely tulajdonképpen minden ember életében egyszer valamikor döntően a fiatal korban eljön, hogy választhatok, hogy kábítószerfüggő leszek, vagy nem leszek az, hogy bűnöző leszek, vagy pedig tisztességes ember leszek. A novemberi országos döntőn egy baranyai és egy zalai csapat képviseli majd a dél-dunántúli régiót. Az országban egyedülállóan hatékony bűnmegelőzési munkát végeznek a Szekszárdi Szőlőszem Egyesület tagjai. A mozgalom elindulása óta szinte teljesen megszűntek a felderítetlen tanyabetörések Szekszárd környékén, hangzott el az Egyesület nagygyűlésén. Az egész országban egyedülálló az a hatékonyság, amivel a Szőlőszem Egyesület dolgozik. Szekszárdon 2009 óta, azóta, hogy a mozgalom elindult, drasztikus mértékben esett vissza a tanyabetörések száma. Pedig a bűnözőknek lenne hol próbálkozniuk. A tolnai megyeszékhely közvetlen környezetében ugyanis több ezer nem állandó alakott ingatlan található. Ezeket védik a hivatlan betolakodóktól az Egyesület önkéntes tagjai, hangzott el a közösség tagjainak nagy gyűlésén. A bűncselekmények száma, hál' Istennek, oly mértékben csökkent, hogy, és nyilván persze itt megjegyezve az, hogy akihez betörnek, az nyilván nem ezt tapasztalja, nem ezt érzékeli, gyakorlatilag ilyen 10-es nagyságrendű már, szemben a 2009-es indulással, amikor ez ugye 100-as nagyságrendű volt. A Szőlőszem tevékenysége évek óta mintaprogramnak számít Magyarországon. Több hasonló természeti domborzati adottságú országrészben is másolják a szekszárdi modellt. Garambölgyi László a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Kovács kommunikációs igazgatója pedig azt mondja, a közösség még jelentősebb szerephez juthat, ha részt vesznek a börtönökből szabadulók reintegrációjában. Nincs munkája, nincs lakhatása. Ez nagyon fontos, nincs egzisztenciája. Ez a reintegrációs program ugye általában azt jelenti, hogy a bűnismétlésnek a megakadályozása, de konkrétan ezt jelenti, hogy fél évvel a szabadulás előtt már az elítéltet fölkészítik ugye a szabad világra. A Szexádi Szőlőszem Egyesület tagjai nagyjából 4000 tanya biztonságáról gondoskodnak. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. A Kossuth, Liszt és Cifra díjas zongoraművész Hegedűs Endre estjére invitáljuk Önöket először. A zongorista a hazai és a nemzetközi zenei élet ismert és elismert művésze. Pályája 40 évet ölel át, több mint 3500 hangversenyen lépett fel, 46 albumot jelentettek meg hazai és külföldi lemezcégek Hegedűs Endre játékával. Fellépése november 16-án lesz a Kodály Központban, közre működik a Pécsi Balett. Idén tavasszal jelent meg a Gallier Mátyás Trio Never Ending Story című új lemeze. A zenekar novemberben egy közép-európai turnén mutatja be az albumot. Ennek részeként érkeznek Pécsre a Metronom Jazz Club vendégeiként. Gallier Mátyás Pécset született, Nagykanizsán nőtt fel, Grazban tanult, majd pedig Bécsben szerezte meg mesterdiplomáját. A fiatal zongorista aktív résztvevője az európai jazz életnek. A trió tagjai Hofeker Dávid vendégszereplésével állnak színpadra. Végül egy kiállításra hívjuk Önöket, Virgilius Moldován, brassói születésű román szobrász, aki a Ceausescu rendszer embertelensége elől menekülve Bécsben telepedett le. Ott él és alkot immáron több mint 3 évtizede. Szobraival általános érvényű morális értékekre próbálja meg felhívni a figyelmet leplezetlen szobortörténetei által. A tárlat december 2-áig látogatható. A programokról részletesen a www.pecsprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! 17-szer rendezte meg a Szexádi Kórház a Balassa napot. A rendezvénysorozat első részén a tudományos pályamunkák bemutatására, a másodikon a kiemelkedő munkát végző dolgozók kitüntetésére került sor. Németh Csaba főigazgató azt mondta, a következő 5 esztendőben egy magas szakmai színvonalon működő, kényelmes és emberbarát intézményt szeretne igazgatni. Ez az együttműködés, amely 4 évvel ezelőtt elindult, minden évben hoz valami újat, minden évben hoz valami novumot. És előtte sokan beszéltek arról, hogy a kórház ugyan itt van Szexárdon, de nem része a város életének. Mára ez is megváltozott, és a kórház a jövőben is szerves része lesz Szexárdnak és a városvezetés gondolkodásának. Minden olyan fejlesztést, mely az egészségügyet szolgálja, a lehetőségekhez mérten támogat majd a város, mondta megnyitó beszédében Ács Lezső polgármester. Még nagyon sok teendőnk van annak érdekében, hogy a fiatalok, mikor eldöntik az egyetem elvégzése után, hogy hol képzelik el a jövőjüket, akkor mondjuk Szexárdban is gondolkodjanak. Az, hogy a kórház oktatókórházát, az, hogy a Balassa ösztöndíjat elindította, és nem várja a fiatalok jelentkezését, hanem eléjük megy, elmegy az egyetemekre, bemutatja a kórházat, illetve bemutatja a város, hiszen nagyon fontos az a közeg, amelyben egy intézmény, egy egészségügyi intézmény működik és dolgozik, és ahol az ott dolgozók élnek, ezért a várost is meg kell mutatni. Németh Csaba főigazgató évértékelő beszédében beszámolt mindazokról a fejlesztésekről, melyek a magasabb színvonalú ellátást és az eredményesebb prevenciós feladatok elvégzését szolgálják. A jövőről szólva kifejtette, egy európai színvonalú, kényelmes, emberbarát kórház a cél. Mindehhez jól kapcsolódik az a tendencia, hogy minden eddiginél több jelentkezője volt a tudományos napnak. Változatlanul működünk és biztonságosan működünk, de ezt a biztonságos működést nem kevés munkával és nem egyszerű módon tudjuk biztosítani. Ebben azért valamennyivel könnyebb körülményeket is el tudnánk képzelni. A 17. Balassa napon a kórházért legtöbbet tevők, összesen 13-an vehették át a Balassa díjat. Az idei esztendőben a legjobb közösségnek a fertőző osztályt választották a bírálók.
Mindig őszinték vagyunk egymáshoz, tehát ami probléma van az osztályon, azt mindig megbeszéljük, kibeszéljük, és többet olyan nem fordulhat elő, ha ez negatívum. Egyébként pedig a betegek is elismerik azt, hogy mi egy jó kollektíva vagyunk, szeretnek ott lenni az osztályon, arról nem is beszélve, hogy most már nem csak a kollektíva jó, hanem a hely is nagyon szép. Az idei esztendőben a tudományos pályázatra beérkezett művekből a legjobbnak dr. Kovács Gáborét, a sebészeti osztály szakorvosáit választották, míg a közönségdíjas előadás dr. Kovács Dóráé, a szemészeti osztály szakorvosáé volt. Három napon át küzdöttek az elemekkel a Somogy és a Mecsek mentőcsoportok tagjai a Nemzeti Újraminősítő gyakorlaton Kaposváron. A szakembereknek éles helyzetekben kellett helytállniuk árvízi mentésen, romkutatáson és vízről mentésen is. Megsérült a Desedai gát, buzgárok keletkeztek rajta, amelyek veszélyeztették a tavat és a környező házakat is. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a Mecsek és a Somogy mentőcsoport, hogy elhárítsák a veszélyt. Ez persze csak a nemzeti minősítő gyakorlat része volt, ahol a nyúlgát építésen és a buzgár elfogáson kívül a bordás megtámasztást is gyakorolták a résztvevők. Azokat a árvízvédelmi, vízvédelmi készségeket, amiket ezek a mentőszervezetek tudnak, azokat tehát egyrészt gyakorolják, másrészt pedig bemutassák itt a döntnököknek, hogy a minősítést végre tudják hajtani. A mentőszervezetek tagjai nem csak a kárhelyszíneken, de az operatív törzs munkájában is részt vettek. Így egy teljesen életszerű szimulációt hajthattak végre, csak úgy, mint a mindennapi munkájuk során. Amiről itt ma számot adnak a kollégáim, az mind az életből vett példa. Tehát akár az árvízi mentés, akár alapvető vízkár elhárítás, illetve a búvárkodás, és ez mind hozzátartozik a munkánkhoz, illetve a kötéltechnikai mentés is. A szakemberek gondosan előkészültek a védekezésre, és időközben a gátépítés is megkezdődött az előkészített homokzsákokkal. A somogyi szakemberek rutinosan hajtották végre a feladatokat, hiszen a 2013-as Dunai árvíznél is segítettek. Szerencsére ilyen nagy erőt igénybe vevő eset nem sok volt. Elsősorban a rendkívüli nyári viharok okozta helyzetek, itt faeltávolítás, illetve inkább villamárvízen nem is nevezhető, de egy-két olyan elöntés, ahol nagy mennyiségbe kellett több helyen egyszerre vizet szivattyúzni. A mentőcsoportok a minősítést 5 évre szerezhetik meg, és azt ismét ki kell érdemelni, hiszen, mint azt az előjárók elmondták, ez garancia vészhelyzetben, hogy biztos kezek segítenek. Mennyiségében és minőségében is jó évjárat ígérkezik a Dél-Balatonon. A borászok elégedettek a terméssel, átlagosan 30%-kal több szőlőt szüreteltek, mint tavaly. A fehér borok és a rozék már elkészültek, a vörös boroknak szánt szőlők erjedése még tart. A kék szőlőt préselik Balaton lellén, a szürettel már végeztek a Dél-Balatonon, most a gyümölcsfeldolgozása zajlik. A rozé és a fehér fajták minőségét már tudják a borászok. Szerintem a életem legjobb Sauvignon Blanc-ját sikerült elkészíteni, emellett az írsai hozza a kötelezőt, nagyon szépek a száraz fehérek közül a Chardonnay, a szürke barát, a rajnai Riesling még erjedget, ugye a rajnai Rieslingről tudni kell, hogy legalábbis itt nálunk a borvidéken szeret ilyen egy hónapig erjedni, úgyhogy ő még alakul. Nem csak a minőségre, hanem a mennyiségre sem lehet panasz a borászoknak. Egy 20%-a több szőlőnk lett, mint az átlagos. Idén a korábbiaknál előbb kezdődött a szüret a Dél-Balatonon. Az írsai olivért már augusztus első hetében kezdték szedni, a vörös fajták szüretével nemrég végeztek. Egy hete hoztuk be a Cabernet Franc, és hát fantasztikus paraméterekkel, nagyon jó mustfokkal, ilyen a potenciális alkohol az ilyen kb. 14 környékén lesz, tehát majdnem egy kicsit már sok is, de nagyon gyönyörű színanyag van benne, nagyon telt, zamatos a must, szép egészséges volt a szőlő. A Dél-Balatonon idén az elmúlt negyed évszázad egyik legjobb minőségű és évjáratú borait adhatja. A kedvező időjárás mellett ehhez az is hozzájárul, hogy semmilyen károsodás, így például a peronospora sem okozott gondot az ültetvényeken.
Akár 13 tonna kukoricát is arathatnak a Somogy megyei gazdák hektáronként, nem csak a mennyiség, hanem a minőség is kiváló. Az időjárásnak köszönhetően keveset kell a gabona szárítására költeni. A tavaszias idő miatt azonban a gyümölcsösökben nagy gondot jelent az elszaporodott vándorpoloska, ami tönkreteszi az almatermést és a zöldséges kertekben is nagy pusztítást végez. Jól haladt Somogy megyében a kukorica betakarítása, nem csak a minőséggel, hanem a mennyiséggel is elégedettek a gazdák. 9 tonna felett lesz, ez már biztos a megyei átlag. 58 ezer hektár kukorica van, ennek kb. 70%-át takarították be. Az idő nagyon jó a betakarításhoz, 14% körüli nedvességtartalommal be tudják takarítani, ezt már csak alig kell szárítani, inkább csak szellőztetni, és hát nem ritkák a 12-13 tonna per hektáros táblák sem, tehát most olyan 9 tonnánál tart a megyei átlag, és igazából a legjobb kukoricák még hátra vannak. Ez a vándorpoloska. A gyümölcs termesztők és a háztáji kertek tulajdonos azonban már nem ilyen szerencsések. Idén is támadnak ugyanis a vándorpoloskák, amelyek nem csak a lakásokba fészkelik be magukat, hanem a gyümölcsöket és a zöldségféléket is tönkreteszik. Veszedelmes jószág, hiszen ez a szívásával, szívogatásával lesz, ez károsítja. Idén ezemmel találkoztunk, nem is egy helyen, almát megszúrja, és amikor szívogat, akkor különböző kellemetlen rothasztó baktériumokat, gombákat, penészgombákat visszapumpál a növénybe, almába, kajszíba, őszibarackba, de szúrásával ez károsítja tulajdonképpen a zöldségféléket is, tehát paprika, paradicsomot. A zöld színű vándorpoloska mellett a márványpoloska is egyre nagyobb létszámban jelenik meg, mondja Tóth István növényvédelmi szakmérnök. A tavaszias időjárás azonban a harlekin katicákat is előcsalta. A gazdaboltokban könnyedén beszerezhető olyan aeroszol, amellyel a poloskák és a harlekin katicák egyaránt írthatóak. Kifutót építettek az állatkertben, fákat ültettek Uránvárosban, és játszóteret újítottak Kertvárosban a Hauni Hungária pécsi munkatársai a vállalat idei önkéntes napján. A cég így kíván részese lenni a helyi közösségnek, és szerepet vállalni a környezet rendben tartásában. A programba 140-en kapcsolódtak be. Az oroszlánok kifutójának kerítését festik a Hauni munkatársai. A gépgyártó cégtől 60-an álltak neki az állatkert csinosításának szombaton. A már megépült tanösvényhez kapcsolódó még állatkerti feladatokat fogják elvégezni, közösségi teret fognak szépíteni, kialakítani, illetve festési munkák lesznek, és egy új a jövő hónapban érkező állatnak a kifutóját is ők kezdik majd el építeni. A Hauni Hungária és a pécsi állatkert együttműködése nem itt kezdődött. A dolgozók a vállalat családi napján belépőt kaptak a zóba. Többükben így merült fel az ötlet, hogy az önkéntes napon itt vállaljanak feladatokat. De voltak, akik máshol segítettek. A Szivárvány Gyermekház előtti zöld területen több tucat facsemetét ültettek el. Ott 40 kolléga tevékenykedik a pécsi Blanka téren, és ott egy kijelölt helyeken 100 fát fogunk elültetni, és fogjuk megszépíteni ott a környéket. És ez egy egész napos projekt szintű a kollégáknak. A Hauni munkatársai egy játszóteret is felújítottak Kertvárosban szombaton. Az önkéntes naphoz összesen 140-en kapcsolódtak. Minden a rajzfilmekről fog szólni október utolsó hetében Pécset. Az országos Primanima animációs filmfesztiválhoz a Baranyai megyeszékhely is csatlakozott, mint vidéki helyszín. Az esemény alatt levetített filmekre pedig szavazni is lehet. A rendezvényt rögtön egy újabb mesés program követi, az országos rajzfilmünnep. Itt olyan kultikus alkotásokat is láthatnak az érdeklődők, mint például az idén 40 éves Kockás fülűnyúl vagy a Lola mesék. Legtöbbünknek ismerős lehet ez a meseszereplő. A Kockás fülűnyúl idén 40 éves születésnapját ünnepli. Ilyen és ehhez hasonló rajzfilmeket vetítenek október utolsó hetében a Pécsi Király utcában. A 20. és 26. között zajló, egyébként budaörsi Primanima fesztiválhoz kapcsolódva, mint vidéki helyszín Pécs is csatlakozott. Ezen alkalomból olyan meséket vetítenek majd, melyek lehetnek diplomamunkák vagy fiatal filmesek első alkotásai, akik pedig ellátogatnak a mesés estekre, szavazhatnak is.
Az ország több területén, több helyén is lehet a filmekre szavazni, mégpedig a gyerekeknek. Tehát ez azért érdekes, hogy eljönnek, megnézik a filmeket, és kapnak szavazólapot, és szavazhatnak a nekik legjobban tetsző filmre. A hét második felében az országos rajzfilmünnep programjaival várják a kicsiket és nagyokat a Total Art Egyesületnél. A rendezvényt már több mint 100 helyszínen ünneplik országszerte, így a Baranyai megyeszékhelyen is készülnek az eseményre. Több mint 130 filmből lehet válogatni, és abból minden helyszín dönti el, hogy melyik filmeket válogatja, melyik filmeket vetítik le. Itt Pécsett 28-án vasárnap délután lesz rajzfilm vetítés. A vetítések mellett pedig animációkészítő foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Orbán Viktor miniszterelnök adta át a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. A 3,1 milliárd forintból megvalósult létesítmény egy három pályából álló kosárlabdacsarnokkal, állandó és bővíthető mobillelátóval, 60 férőhelyes kollégiummal, irodákkal és előadótermekkel rendelkezik. Az új épület együttes alkalmas élmezőnybeli kosárlabdázók nevelésére, felkészíti a fiatalokat a hazai és nemzetközi sportpályafutásra. A győzelem, az eredményesség csak pillanatnyi siker, sokkal többet ér a mindennapi munka, fogalmazott Rád Géber László kosárlabda mesteredző, a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia ünnepélyes átadóján. A mesteredző megemlékezett a 2013-ban elhunyt Füzi Ákosról is, akivel hosszú éveken át dolgoztak együtt, és akiről, ahogy Rád Géber László fogalmazott, a csarnok egyik pályáját nevezik majd el. Tisztelt miniszterem, kedves vendégek! A Nemzeti Kosárlabda Akadémiát készült. És ezzel egy olyan álom várt valóránk, amely nem csak a jelenről, hanem a jövőről szól, és túlmutat rajta. Orbán Viktor miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, egy nagy terv megvalósulásánál lehetünk jelen. Véleménye szerint ma hazánkban több sportágban több létesítményt hívnak akadémiának, mint amennyi valóban az. A pécsi viszont méltán viseli, ha Nemzeti Akadémia nevet fogalmazott a kormányfő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne kerülgessünk a forrókását, az igazság az, hogy a diadal menet mégis akkor kezdődött igazán, amikor a magyar kosárlabda, a megnyerő László fene gyereke, Rád Géber László Újvidékről Pécsre. Az igazság az, kedves pécsiek, hogy a eddigi tapasztalatom szerint, hiszen jó néhány akadémia létrehozásával részt vettem már különböző sportágokban eddig, az a legfontosabb tanulság, amit összegyűjtöttem, hogy komoly akadémiákat csak nagy egyéniséget törődnek. A Rád Géber Kosárlabda Akadémia a Dél-Dunántúl legnagyobb, az ország egyik legsikeresebb férfi és női utánpótlás műhelye. Az alakuláskor megállapított három alappillér közül a tömegesítés és a minőség már korábban, míg a modern létesítmény most valósult meg. Bármi is lesz a franciaországi visszavágó eredménye, ez az Euroliga selejtező mindenképpen megmarad a KSC Szekszárd játékosainak és a csarnokot most is megtöltő cirka 1200 szurkoló emlékezetében. A nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű játékossal érkező Lille ellen a harmadik negyedben már 17 ponttal is vezetett a Szekszárd. A franciák erejét mutatja, hogy végül csak 3 pontos vereséggel hagyták el a játékteret. Leszámítva az első negyedet, amit jóval pontosabb távoli dobásaival, komoly euroligás tapasztalatokkal bíró Lille nyert meg, a szekszárdi csapat két negyeden állt, mégis gyors, szellemes, bátor, sokszor az ellenfél számára kiismerhetetlen játékkal szinte szétszette az izomtornyokból álló fizikálisan fölénybe levő nagynevű ellenfelet. Álomkosárlabdával, Jovanović és McCall kiemelkedő teljesítményével, no is a magyar játékosok, mint például Teodorán és Gereben extráival, összességében jobb csapatmunkával, mínusz 12 pontról 17 pontos előnyt kovácsolt a csapat. Tom volt a lelátó ekkor, de a Lille volt az ellenfél, amely az utolsó játék részben rá tudta kényszeríteni a akaratát a KSC-re, és a palánk alatti fölényét érvényesítve, dobó teljesítményben ismét följavulva 71-68-ra följött a végére, abszolút éltetve ezzel a továbbjutási reményét az Euroliga főtáblájára. A jövő szerdai franciaországi visszavágó előtt. Persze a KSC Szekszárd is nyerni megy Lille-be. Játszottunk egy Euroliga csapat ellen, ezzel Villeneuve játszik már évek keresztül Euroligában,
és mutatunk, hogy tudunk velünk játszani, azt jelenti, mutatunk, hogy talán van helyünk. A találkozó kellemes színfoltja volt az eddig háttérben levő kis virág játéka. A fiatal center kritikus pillanatokban jól védekezett, jól lépett be a játékba, és lepattanót szerzett, pontot jegyzett. Mekkort tudta pár percet pótolni. Az ilyen pillanatokért van bennünk mindig az, hogy megéri csinálni, és megéri minden nap felkelni, edzeni, menni, és nyerni. Szakmai berkekben is nagy érdeklődéssel várják a párharc végeredményét. Pét az Euróligába jutás. Az 52. Aqua Profit meccsek rally a péntek délutáni prológgal kezdődött a Pécs Pláza parkolójában, majd szombaton 8 gyorsaságint bizonyíthattak a rallisok, vasárnap pedig a Magyar Amatőr Rally Bajnokság mezőnyével kiegészülve további 4 szakaszt teljesítettek. Az abszolút győztes Hadik András lett, a baranyaiak nagy kedvence Ranga Péter az 5. helyen zárt. A péntek délutáni rajt, ceremónia és prológ után szombaton és vasárnap a meccsekben versenyeztek a ralisok az idei bajnokság utolsó előtti fordulójában, melyre összesen 113 autóval neveztek a pilóták. A historik mezőny 46 fővel kezdte, az ORC pedig 68-al. Sajnos több borulás és kiesés is előfordult a hétvégi viadalon, mégis szinte minden induló dicsérte a meccsek rali színvonalát és a fantasztikus közönséget, akik néhol sátrakkal vonultak ki egy-egy látványos szakaszt megnézni. Meg vagyunk elégedve, a tegnapi nap nagyon jól sikerült, nagyon sűrű és kemény programot sikerült a rallipilótáknak összeállítani. Nem voltak csúszások, a pályák jól meg voltak építve, sportbírók nagyon jól dolgoztak, köszönet mindenkinek, és úgy tűnik, hogy a mai nap is így indult. Úgyhogy remélem, hogy az egyik legjobb magyarországi futam lett a, vagy lesz a Meccsek Rally 2018-ban. A pécsi közönség alig várta már Ranga Pétert és navigátorát, Holzer Dánielt, akiknek Skoda Fábiája olyan dekorációt kapott, mellyel nagyon hasonlít Péter édesapja Lanciájára. Ranga László azzal több bajnoki címet is szerzett a 90-es évek elején. Hát nem úgy alakult, hogy szerettük volna, mert egy rossz futómű beállítással kezdtünk tegnap, ami nem csak lassú volt, hanem veszélyes is, úgyhogy azon alakítottunk. Tegnap már mentünk a második nap, vagy a második felébe jó időket. Most az előző gyorsaságin itt beestünk az erdőbe egy kicsit, úgyhogy az egy kicsit necces helyzet volt, de most már próbálunk javítani itt Torfűn. A célba végül 42 ORB-ORC autó gördülhetett be, ahol papírforma győzelem született. Az abszolút bajnok Hadik András lett, megelőzve Durán Frigyeséket. A baranyaiak nagy kedvence, Ranga Péter pedig az 5. helyre ért oda. Az ORC mezőny legjobbja Matics Mihály volt, a historik versenyt pedig Wirtmann Ferencék nyerték. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!